Vízkereszt napján, január 6-án leplezték le a Szatmári Katolikus Egyházmegye talán legmaradandóbb életművű 19. századi püspökének, Hám Jánosnak az egész alakos szobrát. A Székesegyház előtt felállított alkotást a Nyíregyházán élő Zagyva László készítette. A sokak munkáját, jó indulatát és anyagi támogatását soroló listában a Szatmári püspökség mellett elsősorban a magyar kormány vívott ki előkelő pozíciót, 7,5 millió forinttal járult hozzá ugyanis a boldog emlékű főpásztor új szobrának létrehozásához. A gyöngyösi születésű Hám János előbb Rozsnyón, majd az egri ferencesek lelki közelségében tanult. Epüspöki városban lett pap, teológiai oktató, majd papnevelő intézeti igazgató és kanonok. 1828. márciusában szentelték Szatmár negyedik püspökévé. A Székesegyház előtti kis téren korábban is állt egy Hám János szobor. 1999-ben Lakatos Pál alkotásának leleplezése az első jelentősebb lépésnek számított a Hám János püspök szellemiségét őrző jelenkori törekvések sorában. 15 év múltán azonban nagyobb ívű urbanisztikai koncepciót követő térrendezés mellett döntött a püspökség. Meghívásos pályázatot írt ki egész alakos szoborra. A 4 felkért szobrászművész pályázata közül Zagyva László tervére esett a választás. Szatmáron nőttem fel, itt érettségiztem, aztán elkerültem máshova. Hám Jánosról fiatal koromban, illetve gyerekkoromban annyira nem tudtam a jelentőségéről, tehát ő városépítő volt, ezt most a pályázat kapcsán tudtam meg, illetve olvastam róla. Egyetlen olyan Hám János ábrázolás van, amelyről nem tudjuk biztosan, de amelyről joggal és nagyon nagy százalékban feltételezhető, hogy modell után készült hiteles ábrázolás. A szerzőjét sem ismerjük, ez egy besötétedett, és megítélésem szerint egy nem túl jó minőségű munkáról van szó, amit egy ideig a Zárda épületében őriztek, aztán a Hildegárdához került, és a 90-es évek után a püspöki képtárnak az anyagába. Láttam tulajdonképpen ezt a eléggé besötétedett olajképet, amit eredetinek tartanak, tehát 5 vagy 3 éve már ezzel találkoztam, és úgy, mint képzőművész is úgy gondolom, hogy ha bármilyen minőségű is, de még egy olyan kép, amit direkt a szeméről festenek, az sokkal jobb kell legyen minden. Tehát az összes többi kép az erről készült másolat, úgyhogy alapnak azt vettem az eredeti képet, és akkor hozzá leginkább meg az én képzeletemben létező Hám János személyének leginkább megfelelő másolatot is még vettem, csak 2 együtt használtam forrás anyagnak a mintázáskor. Semmilyen más korabeli Hám János ábrázolást nem tudunk. Azt tudjuk, hogy ennek az alapján Bécsben 1858-ban, tehát egy évvel Hám Jánosnak a halála után készült egy grafika, sokszorosító, eljárással kőnyomat, és azt is tudjuk, hogy tulajdonképpen ezek voltak az előképei azoknak a Hám János ábrázolásoknak, amelyek közismertek, és ezek közül a legjobban közkézen forgóak az Ahorai János által készített, tehát a püspökség megalakulásának a centenáriuma kapcsán készített 4 nagyméretű, vagy 5 nagyméretű olajfestmény. Ezekből 2 a püspöki palotában látható, és a püspöki képtárnak a gyűjteményében. Valam más szobrász vagy képzőművészek nevében is beszélhet, vagy mondhatom, hogy egy történelmi személynél nem kimondottan csak a pontos természethű portrét csinálja az ember, hanem összeveti azt, ami rólam a tudatunkban van. Tehát ez a képzőművészetben ez nagyon régi eljárás, régi hozzáállás. Tehát Hám Jánosnál úgy gondoltam, hogy
azt, amit tudunk róla, meg azt, hogy vélhetően kinéz, össze kellene valahogy olvasztani. Egy mondhatni idealizált szobrot is nyel az ember, de tulajdonképpen meg kell próbálni többet is adni, mint egy másolatot a tulajdonképpen elképzelt a portréről, vagy elképzelt szeméről. Hám Jánosnak a neve az mindig a köztudatban volt Szatmár németiben, és aki egy kicsit is érdeklődött a helyi értékek iránt és a helytörténeti problémák iránt, az nagyon sűrűn találkozhatott ezzel a névvel. Elsősorban az utcanév kapcsán, hiszen a város egyik legforgalmasabb, legkarakteresebb utcája, a Színház utcája viselte először a nevét. Aztán ezt az utcanevet egyszerűen elvették, és a régi Bem utca, egy meglehetősen keskeny oldal, na azt kapta meg a Hám János nevet 90-es évek elején valamikor. De hát Hám János tulajdonképpen a modern városkép kialakítójának is nevezik, nem minthogyha neki városrendészeti tervei vagy ez hasonlók lettek volna. Ő csak a római katolikus püspökségnek az intézményrendszerét szerette volna, minél hatékonyabban és minél hosszú távra tervezetten kiépíteni, és így aztán olyan emblematikus épületek jöttek létre, amelyek máig meghatározzák a városképet. Amikor Szatmárt választották az egyházmegye püspöki székhelyévül, azért, mert a fekvése ezt indokolta, aránylag az öt vármegye központjában terül el, vagy fekszik, ugyanakkor itt volt a legtöbb szabad terület a városban. Azért, mert annak idején a Szamos össze-vissza kanyargott itt, a vár árok ugye az a vízzel elárasztott volt, de mivel megszűnt már ebben az időben, az 1800-as évek közepe felé a váraknak a stratégiai jelentősége, ezek az árkok kiszáradtak. A Szamosnak a holt medrei is többnyire már, tehát csak ilyen állóvizek voltak. Olyan területek voltak, amit lehetett hasznosítani. Az egyházmegye első püspöke nagyon rövid ideig volt Báró Fischer István, hiszen elvitték Egerbe érseknek. A következő püspökek, Lobusicki Péter, megint csak rövid ideig volt, mert belőle pedig kalocsai érseket csináltak. Aztán Hám János a negyedik püspök, akire maradt valóban a megtervezése a szatmári püspökségnek, és magának a Szatmár városának is, az igazi modern arculatát azokkal a jellegzetes épületekkel alakította ki, amelyeket az ő idejében építettek. 30 évet volt Szatmár püspöke. A jezsuita kollégium, konviktus, illetve a Kálvária templom, a székesegyháza, a püspöki palota, az irgalmas rendi kórház, a nővéreknek a zárdája, temploma mellette lévő iskolai épületek, ezek akkora jelentőséggel bírnak, és magának a városnak valóban ő adta meg a jelenlegi arculatát, de az egyházmegyének is. Nem csak Szatmára koncentrált ő, hanem az egész egyházmegyére. Szerte az egyházmegye városaiban, falvaiban nagyon sok plébániát, nagyon sok templomot épített, és az igazi szervező munka is rámaradt. Sajnos éppen a forradalom miatt, mert az ő püspöksége idején volt az 1848-49-es szabadságharc, ezekben az években nem olyan sokat tudott az egyházmegyével foglalkozni, de amit a 30 éves püspöksége alatt tett, én azt hiszem az utókor, és mi is joggal mondhatjuk, ő a második alapítója a püspökségünknek. Egy dolog aláírni egy alapító oklevelet a császár részéről, vagy a Szentatya részéről, és egy másik dolog létrehozni azt a püspökséget, nem csak mint Szatmáron a püspökség épületét magát, hanem a teljes egyházmegyének a felépítését.
struktúrálisan és anyagilag is megalapozva azt. Az első szociális intézmény, amelyet Hám János 1828-ban létesített, a Szatmári Városi Szegények Intézete volt. Elsősorban a koldulás megszüntetésére és a szegények testi-lelki ápolása céljából. A Szegények Intézetéből később levált aggápoló intézet vezetését a püspök az irgalmas rendi nővérekre bízta. De nyilvános gyógyintézetet is alapított, a kórház vezetését pedig az Istenes Szent Jánosról nevezett szerzetesek látták el. A 60 ágyas kórház mellett már a 30-as években nyilvános gyógyszertár is működött. Elévülhetetlen jelentőségű, hogy Hám János már a 19. század közepén szorgalmazta a nők társadalmi és szociális szerepvállalását. Így jött létre a felebaráti szeretet mindennapokban való gyakorlására 1850-ben létesült Szatmári Jótékony Nőegylet. És persze az ifjak tanítatására, nevelésére is gondja volt. A püspöki konviktus felépítetése mellett alapítványt létesített, amelynek jövedelméből már 1829-től 35-40 szegény, de tehetséges vidéki tanuló lakását, ellátását, tanítatását tudta biztosítani. 1842-ben a konviktus ellátó képességét megkétszerezte. Amikor kinevezték Szatmár püspökévé, és megérkezett ide Szatmára, senki sem várta, hogy úgy lesz ez az első találkozás, ahogyan megtörtént. Egyszerű fekete reverendában belépett a székesegyház káptalani sekrestjéjében, ahol a káptalan ülésezett, és amikor csak úgy bekopogott, és belép, mindenki összenéz, ki ez az ismeretlen pap, és azt mondja, az új szatmári püspök köszönti a káptalanját. Akkor látták először Hám Jánost, és az az egyszerű benyomás mindjárt a káptalanban is azt a sejtést ébresztette, hogy nagyon komolyan veszi azt, hogy ő Krisztus követésében jár, és komolyan veszi azt, hogy ő a szegény Krisztust követi. A Szatmári Egyházmegye nagyon szegény volt akkor. Én nem tudom, hogy Hám Jánosról elmondható-e, hogy mint egri kanonok szegény volt, de azt tudom, egyszerű családból származott, és amikor ő Szatmára eljött és látta azt a szegénységet, ami Szatmárt jellemezte, ő tudta, hogy neki is ugyanilyen szegényen kell élnie. Nabló feljegyzésében ez áll, ami csak a püspökségi mi voltomnak kiáró szükséges kiadást illeti, és attól eltekinthető minden vagyonomat a hívek és az egyházmegyém javára akarom felhasználni. Következetesen vezette a kiadásait. Következetesen a minimálisra törekedett mindenből, nagyon egyszerűen élt, és a nagyon egyszerűen élés mellett rengeteg jót tudott így tenni. Természetesen ez dokumentálható. Természetesen az is dokumentálható, hogy ő nem csak hogy egyszerűen élt, hanem azt is tudta, hogy Krisztus követése áldozattal jár. És ez az áldozat abban a korban ez természetes volt, hogy önmaga számára is fájdalmat jelentett, vagy akart okozni azáltal, hogy ő szilíciumot használt. Ez a vezeklő öv bizonyára emlékeztette őt arra a szenvedésre, amit Krisztus irántunk való szeretetből vállalt, és biztatta őt, hogy ő pedig az egyházmegyéje iránti szeretetből, és természetesen Krisztus iránti szeretetből ő is a magáit hozzátegye a megváltás művéhez. Azt is tudjuk róla, hogy nagyon egyszerű háztartást vezettetett a püspökségén, aztán pedig nagyon komolyan vette ő a lelki életét. Az imádság, az elmélkedés, a szentmise, a rávaló készület a számára az nagyon-nagyon-nagyon fontos volt. És ahogyan a tanúk megjegyzik, igen sok időt szánt ezekre.
1847-ben meghalt Kopácsi József herceg prímás. 1848 tavaszán Magyarországon új alkotmány lépett érvénybe, amely az egyház közjogi helyzetét is közelről érintette. Működési kereteit megváltoztatta, s ennek nyomán a nép és a papság anyagi viszonyait is új alapokon kellett elképzelni. Az elégedetlen papság és a forradalmasított nép közhangulatában 1848. szeptemberére nemzeti zsinatot hívott össze az akkor egyetlen érsek, Nádasdy Ferenc kalocsai főpásztor. Ehhez azonban be kellett tölteni a prímási széket. Szervezőként, kiemelkedő szociális érzékenységű intézmény alapítóként Hám János nagy elismerést vívott ki, ennek is köszönhetően nevezték ki esztergomi érseknek 1848. júniusában. Bár kinevezésétől fogva közreműködött a főegyházmegye vezetésében, a politikában teljesen járatlan volt. Hivatalos érseki beiktatására a javában dúló forradalom miatt nem kerülhetett sor. Hám püspök nehéz helyzetbe került. Szeretett volna kiállni a magyar ügyek mellett, hivatala azonban udvarhűségre kötelezte. Dokumentálható tény, hogy Hám mindaddig kitartott a forradalom vívmányai mellett, ameddig azt a neveltetésével és az általa képviselt törvénytisztelettel össze lehetett egyeztetni. 1849-ben kelt pásztorleveleit és utasításait, melyekben udvarhűségre szólította fel papjait és híveit a megszálló hatóságok parancsára és a megtorlástól való félelmében vetette papírra. A magyar kormány ezért árulónak bélyegezte Hám Jánost, de Bécs is belátta, hogy a kinevezett esztergomi érsek teljesen alkalmatlan a komoly politikai szerepvállalásra. Egy évvel kinevezése után lemondatták az érsekségről, és visszatért Szatmárnémetibe. A megtorlás idején személyesen próbált kegyelmet kérni Hainautól a szabadságharcban részt vett és emiatt felségárulás vádjával halálra ítélt papjának, Gonzecki Jánosnak. Bár a püspököt arról biztosították, hogy Gonzeckit felmentik, a volt tábori lelkészt másnap reggel mégis kivégezték, sőt a szabadságharcban kompromittálódott papok névsorát követelték Hámtól. A püspök a kérésnek nem tett eleget. 1857. december 30-án bekövetkezett haláláig folytatta építő munkáját. Politikai botlását hamar megbocsátották hívei, akik már életében szentként tisztelték. Amikor a 48-as, 49-es forradalom idején őt kinevezik, mint rangidős püspököt, a Magyar Püspöki Konferencia vezetőjévé, elnökévé, ugyanakkor pedig esztergomi herceg prímássá, ez őt nagyon meglepően érintette. Ő erre nem számított, ő erre nem készült. Viszont én azt hiszem, hogy a történészekre tartozik az ő 48-49-ben játszott szerepének a tisztázása, illetve értékelése. Vissza kell helyezzük magunkat biztosan abba a korba, amelyikben ő élt. Abban a 48-as, 49-es helyzetben. Vissza kell helyezzünk őt és magunkat is abban, hogy egy püspök, aki esküdtett királyra, vagy császárra, és esküvel fogadta azt, hogy ő ennek az államrendnek is támogatója lesz. Nem olyan egyértelmű, hogy most ő forradalmár, vagy pedig ő a császár párti. Nem. Ő Isten országát építette elsősorban, és számára ez volt a legfontosabb, de nem volt annyira egyértelmű az, hogy Isten országát neki a császár nélkül kell építenie, vagy hogy az ő híveinek, a magyarságnak, az itteni magyarságnak az a legjobb, hogyha szembefordul azzal az alkotmányos renddel, ami akkor létezett. Sok mindent írtak már Hám János 48-49-es szerepléséről és szerepéről. Amit én tudok mondani, az ő naplójának a tanúsága. Hiszen valaki úgy fogalmazta meg, hogy nagyon közel járt Hám János is a kötélhez.
Ő maga is félt attól, hogy mint háborús bűnöst elítélik, és esetleg példát statuálnak az ő esetében, az ő politikában játszott kényszer szerepéről. Mert hogy az osztrákok szerint túl magyar volt, a magyarok szerint pedig osztrák párti volt, a jóisten tudja, de ő ezt érezte és leírta az ő naplójában, mondjuk úgy, az ő védő beszédét. Mi miért történt? Amelyben világosan látszik, hogy ő püspök volt, nem politizált. Ő kereste Isten akaratát azokban a helyzetekben, amelybe belekényszerítették, és tette, amit tehetett a legjobb tudása és lelkiismerete szerint. Nem volt áruló egyik oldalon sem, esetleg áldozat. Elkötelezettségét és erényeit szem előtt tartva nem csoda, hogy Hám János boldoggá avatását már a 19. században kezdeményezték. Az 1887-ben püspöki szolgálatba került Meszlényi Gyula volt, aki elindította a hivatalos folyamatot. A posztulátor anyagot gyűjtött a procedúra egyházmegyei szakaszának lefolytatásához. Megvoltak a kihallgatások, a jegyzőkönyveket latinra fordítva Rómába küldték. Ott azonban az ügy egy időre megfeneklett. Aztán 1914-ben elkezdődött a nagy háború. Majd meghalt a posztulátor. Jött Trianon, a szatmári egyházmegyét felszabdalták. A II. Világháború végén bombatalálat érte a püspöki palotát, a háborút követően ismét területi átrendezés történt. Scheffler János püspök újraindította volna a boldoggá avatási eljárást, de a kommunizmus beköszönte ezt, esélytelenné tette. Scheffler püspök mártírhalált halt Zsiláván. Az egyházmegye önállósága megszűnt. 90 után az első dolga az új püspöknek, Reiser Pál püspök atyának az volt, hogy fölvegye azokat a szálakat, amelyek úgy elvaratlanul ott voltak az egyházmegye életében. Akkor érdeklődött a Hám János boldogávatási ügyének az állásáról. De jött az igény, hogy a vértanú püspököknek a boldogávatási perét beindítják, és akkor természetesen, hogy a vértanúság kapcsán Scheffler János püspökünk boldogávatása egy kicsit előtérbe került. Hála Istennek, azon már túl is vagyunk, és a boldogávatása megtörtént 2011. július 3-án, itt Szatmárnémetiben. Attól kezdve igazán koncentrálunk arra, hogy Hám János püspökünk boldogá avatása is beinduljon, és újra elkezdtük. A pályázók javaslatot adhattak a térrendezésre is. Tehát eleve a szobrász a térbe helyezi a szobrát, az nagyon szerencsés, előre kell is ismerni előre a teret, de ha még bele is szólhat, hogy hogy alakuljon a szobor körül a tér, az nagyon szerencsés helyzet. Hát itt volt előzőleg egy Hám János mellszobor. Háttal volt állítva a templomnak, és meg volt emelve a tér, így nem is kapott fényt napközben, mert észak-észak-nyugatra nézett a szobor, és nem is nézték meg, mert az eljáró emberek fel kell toljanak egy lépcsőt, és akkor a térrendezésnél ez a két gondolat, egyszerűen kapjon fényt a szobor, meg hogy a tér kinyíljon, és eleve aki itt eljön, meg tudja könnyen nézni. Ez adta azt az ötletet, hogy a szobrot elfordítsam délre, és aszimmetrikusan helyezzem el, hogy a templomhoz is kapcsolódik, és majd itt lesz, szintén a javaslatomra lesz 6 ülőhely, mind a 6 oszlop, ilyen hengeres, ugyanabból a kőből, mint a talapzat, ugyanolyan magas, mint az alsó része, és ez egy nagy tér, és egybe lesz kövezve, ezt is én kértem, vagy javasolta, és szerencsére meghallgatásra talált a javaslatom, úgyhogy egybe lesz kövezve a saroktól egészen addig az épületig, ugyancsak terméskővel, lesz 6 ülőhely, az is tulajdonképpen ülőhely, a talapzat alsó része, és nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy tényleg jól fog kinézni ez a megnyílt térre. Én azt mondtam, hogy ez egy közösségi térre alakulhat, mert tényleg, ha leülhet az ember, meg járhat, meg templomban járóknak is egész más lesz ez a szobor. Az, hogy milyen egyházi személyiség és milyen érdemei, és hogy boldogávatásának a folyamatát újra kezdenék. Hát persze, hogy szerepet játszott, azért nem egy harcos
azért nem egy olyan, azért nem álló szobrot gondoltam, azért egy nyugodtat, egy szelidet, egy gondolkodó embert. Tehát milyen köztéri szobrot, mert ha katonának állítunk szobrot, akkor az egy harcias, olyan módon tekintélyt parancsolók elején az erejét érezzük. Neki pedig a szellemi erejét szerettem volna, és a jámborságát, és ami egyáltalán egy boldog, ávatandó püspököt jellemezhet, azt próbáltam. Azért lett ülőszobor, meg azért ilyen.